Jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Másik Világ sorozat, éppen aktuális adása, jelenlévő adása. Tudni kell, hogy szeptembertől az a sorozat, ami eddig az Örkény István könyvesboltban, Kultusz Galérián zajlott, hát ugye a helyzetnek megfelelően online verzióban folytatódik. Én Paulinyi Tamás vagyok, és itt ül mellettem nagy örömömre Szabó Judit, mi régóta ismerjük egymást, és majd Judit megkérlek, hogy egészíts ki és definiáld a bemutatásodat. Spirituális író, azt hiszem ez eddig rendben van, spirituális tanácsadó. És most jön egy olyan fogalom, amit körbejárunk a műsor elején, kimondhatom, hogy médium. És mindjárt adom át a szót. Az első kérdéssel egyetemben, tudni kell ugye, hogy a Másik Világ sorozat kezdetektől több éve mindig is a túlvilág témakörét járta körül. Tehát van-e túlvilág alapkérdés? Mit jelentenek a halál közeli élmények? Különböző vallások, hogy látják ezt a témát, a halhatatlan lelket, a pszichológia, a filozófia és még annyi minden. Viszont egy fontos dolog, és majd innen dobbantunk az elején, a tudományos parapszichológia, amivel én 30 éve foglalkozom, hát tulajdonképpen a médiumi vizsgálatokkal indult az 1800-as évek közepén, médiumi jelenségek vizsgálatával, ami az eredeti értelemben, vagy inkább úgy mondom spiritista ideológiában fogalmazva, nem más, mint hogy az elhunyt emberek lelke a túlvilágról arra alkalmas, érzékeny médiumok közvetítők által, hogy úgymond megidézhető, interurbán lehet beszélgetni a jelenlévő szánszon, jelenlévő rokonokkal, élőkkel. Hát most ez a médium, ez egy általános fogalom, de nagyon sokan sok mást értenek alatta. Akkor kérlek mondd el, hogy neked mit jelent ez a szó, hogy médium, és különbözik-e, vagy miben különbözik attól, amit elmondtam? Az én tapasztalatom szerint, a fölfogásom szerint, tehát ugye abból indulunk a szó latin eredetű, ugye, médium, többes száma média, csak így zárójelben mondom, középen levőt jelent. Tehát, hogy két közeg között ő közvetít semleges módon, ami azt jelenti, hogy nem tesz hozzá semmit, és nem veszel semmit abból, amit bármelyik oldalról is hal, vagy érzékel. Természetesen itt most egy szeméről van szó, mert állatoknál is előfordulhat nagyon-nagyon ritkán medialitás, az egy külön kategória, de most emberekről beszélünk, ugye? Tehát a médium egy olyan személy, aki közvetít a túlvilág meg a földi világ között. Tehát magyarul a nem inkarnált és az inkarnált lények között, és természetesen neki feladata az, hogy magát a lehető legjobban kihagyja belőle, ami sajnos 100%-ig nem lehetséges, tehát nincsen 100%-os médium, azért, mert fizikai testünk van, ez most egy másik téma. Tehát arra kell törekednie, hogy semlegesen egyik pártját sem fogva átengedje magán az üzeneteket a túlvilágról ide és vissza. Hát körülbelül megfogalmazni. No, hozzá kell tegyem rögtön az elején, hogy ugye ennek a másik világnak, ennek a műsornak, úgy értve a másik világot most, van egy ilyen alaptörekvése, hogy nem vagyunk elfogultak, nekem nem illik elfogultak lenni. Rögtön az elején mi tényszerűen beszéltünk arról, hogy igen, a médium közvetít a nem inkarnálódott és inkarnálódott lények között. Hát ez ugye ad abszurdum, ez szkeptikus számára azt jelenti, hogy mi hitet tettünk ugye a túlvilág léte mellett. A tudományos parapszichológia a mai napig még nem foglalt állást olyan végső bizonyítékkal a túlvilág léte mellett, mint mondjuk általában az ideológiai vonalakon. Vallásoknak alaptétele, hogy a test halála után megmarad valami. Viszont itt vannak azok a bizonyos halál közeli élmények, a tudatnak azok a képességei, amik tér és időtől független non-lokálisan képesek észlelni. Tehát jelzem azért óvatosan, hogy én igen valószínűnek tartom, hogy ezek a szférák léteznek, aztán, hogy ezt ki hogy látja, és most jön a következő kérdés majd, hogy a klasszikus médiumitáshoz képest, mondjuk ez a channeling, ez a magyar olyan butánzik csatornázás, nem tudom, hogy nevezzük,
Ez nem feltétlenül csak elhunyt emberek lelke és élők közötti kapcsolat, ugye? Tehát itt a túlvilág, nem csak a spiritista túlvilág, mintha itt lennének más szellemi dimenziók. Én alapvetően a klasszikus medialitással foglalkozom, tehát hogy a szférákban élő szellemlényekkel való kapcsolat. Természetesen a másik világon nem csak elhunyt lények vannak, hanem vannak gondolatformák, mágikus lények, stb. Stb. Én azokkal nem foglalkozom, megmondom őszintén, nem is akarok. És ugyanígy vagyok az összes UFO és a többivel, hogy köszönöm szépen, én abból nem kérek. Pont elég a medialitás területe, tehát kb. 30 éve foglalkozom vele, de nagyon gyakran ott állok, hogy semmit nem tudok. Tehát, hogy olyan hatalmas, olyan csodálatos, annyira izgalmas, hogy én nem is tudom, hány élet kell hozzá, hogy az ember ebbe kiigazodjon elég rendesen. Úgyhogy a channelingről én megmondom őszintén, nekem a személyes tapasztalatom az néhány könyvet próbáltam olvasni, de nagyon gyorsan leraktam, mert ugye a medialitásban megvan az, hogy milyen ismérvei vannak egy hiteles közleménynek, és én azokat általában nem találtam meg. Úgyhogy onnantól kezdve sajnos én erre nem fordítottam időt, de természetesen lehetségesnek tartom, hogy nem, természetesen nem csak elhunyt lelkekkel lehet kapcsolatba lépni, hanem akár élő embernek a lelkével is, akár egy UFO-val, akár egy nem tudom milyen lényjel, abszolút lehetséges, természetesen. Meg kell mondjam, hogy imponál ez a finom, de mégiscsak enyhe távolságtartás ebbe a témában. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik ugye ebbe fejest ugrottak, és hát nekem az már egy picit zavaros volt a vége felé. Viszont vannak olyan könyvek magyar kiadásban is, amik annak idején, amikor én kezdtem a szakmámat, a pszichikutatást, nagyon mellbevágtak, és valami hitelesnek tűnt. Például Jane Robertsnek a Seth megszólal, Seth hangjai. Eltűnődtem, valami ismerős volt ebben, pedig ez pont egy ilyen szellemi vezető, tanító, ez inkább channeling, mint klasszikus médiumitás, de az intelligenciája, a humora, a tartalmassága ennek a beszélő, Jane Robertsen keresztül beszélő szellemnek valahogy úgy számomra hitelességet is adott. Ő festőművésznő volt, és első eltűtő élménye az volt, amikor egy ilyen Ouija táblával játszadoztak, és bum, mint a villám belecsapott az, hogy hát itt valami történik, de nagyon. Úgyhogy következő kérdésem az, hogy te miért kezdted? Volt egy meghatározó élményed, vagy kíváncsiság volt? Hogy indult ez az egész nálad? Igazából nem akarok magamról beszélni, mert nem lényeg. Nekem akkor csak röviden. Nekem olyan szerencsém volt, illetve a sors úgy alakította, hogy elég hamar, tehát hát kb. 30 évvel ezelőtt részt vehettem egy nagyon-nagyon kiváló médium képzésem Németországban, ahol egy brazil házas pár oktatott, akik már akkor, ugye nem voltak már akkor fiatalok, 30 éve foglalkoztak médium képzéssel, és Brazíliában a medialitásnak olyan magas szintűen szervezete van, hogy ők São Paulo-ban éltek, és egy olyan központban dolgoztak, ahol 3500 médium van. Tehát én azt gondolom, hogy a Jóisten megadta a kegyelmet, hogy a legjobb helyről tanulhattam, és amit ott tanultam tőlük a mai napig, nem csak hogy visszaigazolódott az életbe, én maximálisan tartom magam ahhoz, amit tőlük tanultam. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép élmény nekem. Újra meg újra elismerésemet fejezem ki feléd. Ez a szerénység a médiumi tevékenységhez egy nagyon szerencsés alkati adottság. Mondtad azt ugye, hogy nincs 100%-os médium, a testben élő azért belerak magából is az üzenetben. Azt is tudom, hát nagyon sok könyvet írtál, tehát spirituális tanácsadással, tanítással is foglalkozol, hogy ebben van valami nagyon szép, leszűrt, tiszta, nem tolakvó megközelítés. Azért hagyd kérdezzek majd arra, hogy
magát a folyamatot, hogy éled meg, de előtte viszont szeretném hangsúlyozni, amit szerintem nem hangsúlyoztam, ennek a műsornak a nézőihez, hogy fel lehet ám tenni kérdéseket nekünk. Tehát a Facebook oldalon ugye van egy sáv hozzászólások címszó alatt, oda begépelitek a kérdést, tehát elsősorban ugye Judit számára, de én is szívesen hozzászólok. Mi azt itt látjuk, kedves technikus kollégánk ide elénk egy tabletre kirakja, és így interaktívabb is lesz ez a mai este. Még amit szintén nem mondtam el, általában az a szokás egy online formátumban, hogy fél órácskát beszélgetek, kedves vendégem, most Judittal, és a másik fél órát szánjuk arra, hogy válaszokat tudjunk adni, tehát max. 6-ig tartunk. Na, térjünk vissza arra, hogy az ember úgy az ilyen Ghost című filmből, ebből abból Whoopi Goldberggel látja azt, hogy valaki transzba esik, és forognak a szemei, és az asztalra borul, és műhangon megszólal, és nem tudom micsoda. Ezt rólad olyan nehezen képzelem el, de elfogadom, hogy így van. Tehát te hogy éled meg? Tudatosan, vagy spontán jönnek? Mit élsz meg? Hogy néz ki egy ilyen médiumi közvetítés? Hát először is el kell mondanom a legfontosabbat, hogy a médiumnál alapvető kérdés, hogy kivel kapcsolódik össze. Az ilyen rászkódások, szemforgatás, stb. Az én ismereteim szerint alacsony szellemek belépésekor szokott lenni. Tehát azt rögtön lehet látni, ami még meg se szól a médium, már lehet látni, hogy milyen szellem van benne. Amit én csinálok, amire törekszem, az az, hogy minél magasabb tanító szellemekkel lépjünk kapcsolatba, mert tőlük kapunk útmutatást, segítséget, tanítást, tehát hogy nekem ez tölti be az életemet. Ennél fogva, ugye, amikor egy magas szellem közeledik a médiumhoz, csodálatos állapotba kerül. Csodálatos állapotba. Tehát így megemelkedik a lélek, kinyílik, tele lesz szeretettel, boldogsággal, mert hogy a szellem ezt hozza magával. Tehát, hogy én, mint médium azt élem meg, amit a szellem él meg. Akármilyen szinten van. Ezért ugye a médiumnak meg kell tanulnia, hogy kit enged be és kit nem. A magas szellemnél ugye szép lassan közeledik, és már messziről lehet érezni, hogy nagyon-nagyon nagyon jó energiát hoz. Szép lassan jön. Nekem már ebben elég nagy tapasztalatom van, tehát egy-két perc alatt mindenféle látványos külső dolog nélkül, tehát be van üzemelve magyarul. Nagyon-nagyon jó érzés. Természetesen folyamatosan arra kell törekednem, hogy kívül tartsam magamat, kívül, hogy semmi az én gondolataimból ne menjen bele. Ettől függetlenül a médiumnak illik kételkedni a saját magában természetesen, ez a minimum. És igazándiból nagyon-nagyon jó, amíg ott van és beszél, és megnyilvánul, és amikor elmegy, egy magas szellem ugye lassan, lassan jön és lassan megy, az alacsony szellem ezt gyorsan csinálja, akkor még az ő energiájában nagyon sokáig marad ott a médiumban, ami, és nem csak a médiumban, hanem a résztvevőkben is. Tehát egy magas szellem olyan energiát tud hozni magával, hogy az egész csoportot így megemeli, és éppen ezért gyakran előfordul az, hogy már befejezte, valószínűleg még ott van, és mindenki ilyen nagyon emelkedett állapotban, és senki meg nem akar szólalni. Tehát ez van, amikor magas szellemek jönnek. Tehát, mint amikor angyal szállt el felettünk, szokás mondani, beül egy ilyen... Hát ilyen nagyon, nagyon emelkedett. Na hát, azt gondolom, hogy picit én most nem Judit a te médiumi működésedet, de a médiumitást elértembe demisztifikálnám, hogy jóval természetesebbnek tartom ezt a folyamatot. Nem csak kutatással foglalkozom, például költészettel. Én a költői ihletet esküszöm, gyanakodva figyelem, saját élményem alapján. Valami jön, valami eltölt, valami elindul, és általában a művészetre, és nagyon sok dologra ez érvényes. Tehát azért ennek vannak ilyen mindennapos áthatása is, gondolom én, művészekben, kreativitásban, egyebek, és amit te mondtál, van egy szándékolt, tudatos kapcsolatteremtés. Kezdenek potyogni a kérdések, úgyhogy én azt mondom, hogy nyugodtan vágjunk bele, aztán legfeljebb hosszabban válaszolunk.
Úgyhogy kezdjük az elején. Molnár Mónika, annyit szeretne kérdezni, hogy médium, vagyis most itt Judit, nem fél-e a saját tudásától? Hát kezdjük ezzel, tehát van ebben ijesztő, vagy félelembe? A saját tudásomtól? Nem értem a kérdést, hogy a saját tudásomtól meg kellene félnem? Ezt nem értem. Hát lehet, hogy cizellálja a kérdező. Arra gondolok, hogy azért, hogyha valaki a furcsaságot érez, így kezdeti időszakokban, az ijesztő is lehet. De menjünk most tovább, hiszen nagyon sok kérdés jön, és mindenkit agitálok, hogy nyugodtan kérdezzen. Gonda Júliának egyrészt visszamenőleg is boldog születésnapot kívánok, és a kérdése pedig így hangzik, hogy spontán is lehet az ember médium, illetve bizonyos válságos szakaszában, és aztán elmúlik. Igen. Inkább azt mondanám, hogy átmenetileg jelentkeznek mediális jelenségek. Erre az egyik legjellemzőbb eset, amikor valakinek egy közeli hozzátartozója meghal, és sokkos állapotba kerül. Ebben az esetben ugye, tehát azt kell tudni, hogy az ételtest meg az asztráltest között van egy finom réteg, energetikai réteg, ami megakadályozza azt, hogy a tudattalamból csak úgy feljöjjön bármi. Na most, amikor egy erős megrázkodtatás éri az embert, a médiumnál még erősebb a dolog, akkor ennek megrázkódtatás, vagy szeánszozás, vagy tudatmódosítószerek használata. Akkor ez a védőréteg megnyílik, megszakad, és korlátlanul a tudattalan vagy alsóasztrális tartalmak be tudnak áramlani a tudatba. Ez az elme elborulástól kezdve nagyon finom jelenségekig megnyilvánulhat, tehát például olyat mondatok, amit nagyon sokan észlelhetnek. Meghal valaki-e, mondjuk egy másik városban, és a halál időpontjában előtte, utána, tehát hogy bár pár órán belül azt érzi, hogy megjelenik a szobájában az a személy. Igen. És teljesen biztos abban, hogy ő az ott volt, és akkor tudja is, hogy meghalt. Na most ilyenkor ugye az történik, hogy az a személy, aki haldoklik, még a halála előtt egy visszahúzó vágya van, hogy szeretne elbúcsúzni valakitől, akit nagyon szeret. És még a halál előtt asztrális testben elmegy hozzá, és megjelenik neki, és általában érzékeli. De ez összefügg a halállal, ami egy megrázkódtatást hoz annak, aki elvesztíti a másik embert. Tehát magyarul ez egy átmeneti állapot, ami akkor szűnik meg, amikor újra megnyugszik, és ez a megnyílt réteg újra összezárul. Akkor már nem fogja érzékelni, hanem médium. Halál közeli élményekről nagyon sok szó esett másik világ műsoraiban, beszélgetéseiben. És szeretném megerősíteni, amit most Judit mondott. Ugye a halál közeli élmények általában olyan tapasztalások, amik a klinikai halál állapotában lépnek fel. Ez azért nem semmi életfunkciók és agyi funkciók nélkül. És az átélők gyakran megélik azt testelhagyás állapotában, hogy keresik a szeretteiket, hogy búcsúzni szeretnének. Moody professzor, aki ezt az egészet rendszerezte, hogy a 70-es években Élet az élet után című könyvébe jött be köztudatban. Későbbiekben újabb és újabb típusú halál közeli élményeket jegyzett, amiről te most beszéltél, ő úgy nevezi, illetve a szakma, most már nevezhetjük így, perimortális, milyen okosak lettünk hirtelen, perimortális halál közeli élmény, és statisztikai vizsgálatokat is végeztek, összesítették azt, hogy igen, rendkívül gyakori az, hogyha valaki hirtelen halál, váratlan halált hal, közlekedési baleset, bármi, nem tudjuk, hogy vele mi fog történni, általában a rokon, az élő rokon félálomszerű állapotban, ébredéskor, álomba megérzi, hogy eljött búcsúzni. Tehát azért gondoljunk bele, nem a semmiről beszélünk, tényleg megnyugtatnám a kétkedőket, ha lehet. De haladjunk tovább. Báder Zsuzsa, sziasztok, úgy hallom, Judit tanít is, hol, hogyan, köszönöm. Hát igen, spirituális tanító és tanácsadó is, hogy válaszoljunk erre is. Hát csak nagyon röviden, köszönöm az érdeklődést, a honlapomon fönn van minden, jó? Tehát most ezt itt nem részletezném, hogy az izgalmakról beszélhessünk. Jó. Köszönöm a szokott szerénységű válaszodat. Anikó kérdése következő.
Kedves Judit, mennyire kimerítő a közvetítés? Van-e speciális módszer az újratöltődéshez, vagy ez szükségtelen? Ez attól függ, hogy kit közvetít az ember. Tehát ugye a médiumi munkában van olyan is, hogy szenvedő szellemeken segítünk, ami azt jelenti, hogy olyan szellemeken, akik általában szörnyű halált haltak, és benne ragadtak abban az állapotban. Amikor rajtuk segítünk, az nagyon nehéz. Tehát, hogy nagyon sok energiát igényel. Utána természetesen letisztítjuk magunkat, imádkozunk, stb., és egy jó nagyot alszunk utána. Na most, amikor viszont magas szellemek jönnek, akkor ennek az ellenkezője van, mert amikor magas szellem jön, akkor ő tölt fel engem energiával. Tehát ki se szeretnék jönni abból az állapotból, ott nem szükséges, ott nem merül ki a médium. Magas szellem nem meríti ki, hanem csak feltölti. Azt hiszem, ez magam ugyan teljesen természetes. Tehát amikor tényleg egy ilyen terápiás módon működsz, hogy az itt ragadt szellemekkel, ami azért a köztudatban benne van, hogy létezik ilyen, nem tud áthaladni azon a küszöbön, akkor oda erőt kell benyomnod, de most megismételek röviden, van úgy, hogy te kapod. És említettem az előbb, hogy tényleg a művészi, kreatív folyamatokban ez valahogy tapinthatóan jelen van. Tehát én dobolok gyakran, még pedig ilyen hagyományőrző, tehát sámáni alapokra építve, kifejezetten azt érzem, hogy ott valami bejön, és olyan erőt ad, és szárnyára kap, és feltölt, hogy fél óra csühölés után nem fáradtabb vagyok, hanem sokkal, de sokkal energikusabb. Talán ez is ide tartozik. No, ha jól látom, talán jól látom, most látom jól, csak igazán, Dorka kérdését kérdezne, de privát üzenetként Judittól. Hát nem tudom, Judit, úgy tudom, te nem vagy egy Facebook guru, nem vagy a Facebookon. Annyit tudok talán csinálni, hogyha az én oldalamra megtiszteltek a bizalmatokkal, küldötök kérdéshez továbbítani. Tudom Juditnak ezt a kérdést, így ugorjuk át. Tehát, Dorka, ha gondolod, írjál nekem, akár erre az oldalra, ahonnan most ez a közvetítés megy. És akkor újra mondom, ez még mindig a másik világ, médiumításról beszélünk Szabó Judittal, nyugodtan kérdezzetek, és megmondom is a következő kérdést. Balog István, lélekkel való kommunikáció csak közvetítővel, médiummal lehetséges? Ez a lélekkel való kommunikáció, mit szólsz te ehhez? Azt mondja, hogy csak közvetítővel lehetséges? Nem. Tehát, hogy próbáltam helyesen megérteni a kérdést. A lélekkel való kommunikáció, most ugye itt azért különbséget kell tennünk, hogy élő vagy eltávozott lélek, de nem is biztos, hogy muszáj. Csak eszembe jutott egy nagyon-nagyon közismert példa. Én a családállítást besorolom a medialitásba. A családállításban ugyanezt történik. Kommunikál. Élővel, és akár nem élővel. Tehát nem csak, illetve ott is vannak közvetítők, hogy mondjam, megjelenítők, tehát akik átveszik a szerepet. Lehetséges még úgy is egy másik lélekkel kommunikálni, hogy ugye egy mély meditatív állapotban, amit én szeretnék neki mondani, akkor azt gondolatilag elküldöm. Ott nem kell közvetítő, ott csak annyi van, hogy ha választ is várok, akkor nekem nagyon-nagyon jó érzékelő rendszerrel kell rendelkeznem, hogy azt a választ pontosan megértsem. Tehát ez a médiumi munkának a legkritikusabb pontja, amit nagyon sokáig kell tanulni. Ez most egy szép új gondolat, beszélgetés a fonalában, hogy élővel vagy holttal, tulajdonképpen mindegy. Majdnem tehát mindegy. A lelkünk az testbe csomagolva is jelen van abban a bizonyos másik szférában, csak ugye hát mi most ezt éljük, ezt tapasztaljuk. Ha jól sejtem, akkor Szelecki Andrea kérdése következik. Rendkívül egyszerű és praktikus kérdés. Honnan tudni, ha valaki csaló? Te mit mondanál, mert igenis, hogy vannak sumákságok médiumítás területen, miről lehet azt tudni, hogy valakihez ne menjen az ember? Nem tudom, mert
Én soha nem így közelítettem meg a dolgokat, hogy csal vagy, tehát hogy soha senkiről nem feltételeztem, hogy csal. Hát nem is nagyon megyek már médiumhoz igazándiból. Ez egy nehéz kérdés, hogy a médiumnak is segít, ugye ez egy másik kérdés. De biztos, hogy van olyan eset, amire a kérdező kérdez. Én csak annyit tudok mondani, hogy a hiteles közvetítésnek, illetve a hiteles megnyilatkozásnak vannak is mérvei. Hát most nem sorolom fel, mert kb. 20 benne abban a könyvemben, meg talán a honlapomon is fönn van, hogyha azok stimmelnek, tehát hogyha azokat fölismeri az ember az üzenetben, most egy írásos üzenetre gondolok, vagy hogy a szóbeli üzenet akkor is, akkor megbízható. És ugyanakkor megvan ennek az ellentéte is, hogy szintén van 10-15 kitétel, ami alapján fölismerhető, hogy a szellem vagy alacsony, vagy egyáltalán ott sincs. Mert ugye ez előfordulhat. Na most én mondjuk csalással nem vádolnék senkit, inkább azzal, hogy ő azt hiszi, hogy közvetít. De nem veszi észre, hogy nem. Idáig tartok csak. Köszönöm ezt a tapintatos megközelítést. Igen, azt hiszem, hogy a adott embernek, médiumnak a hitelessége valahogy empatikusan, valahogy levehető úgy, hogyha az ember érzi, hogy ez nem kell ez a sztori, akkor óvatosan. Bernadett kérdezi, egy médium foglalkozik-e azzal, hogy egy bizonyos ember szellemi segítőivel felveszi a kapcsolatot a célból, hogy segítse az ember lelkét abban, hogy felismerje és beteljesítse az életfeladatát, amivel leszületett a fizikai síkra? Igen, ennek van egy nagyon-nagyon egyszerű, közismert módja, a szellemi vezetővel való kapcsolat. Úgyhogy, mert ugye a szellemi vezető az, aki a legjobban tud segíteni az embernek abban, hogy a saját sorsát beteljesítse. És ugye én már, tehát amikor médium lettem, akkor én elhatároztam, hogy én nem fogok ott ülni egész nap és közvetíteni az embereknek, hanem megtanítom őket, hogy ők is tudják. És hogy ebbe az első lépés az volt, és mai napig is tanítom a belső vezetővel való kapcsolatot. Hiszen az a legjobb az embernek, ha ő maga lép kapcsolatba a belső vezetőjével, aki szellemlény természetesen, de ő áll hozzánk a legközelebb, és ő tudja számunkra a legjobb tanácsokat adni. Tehát, hogyha valaki mondjuk elmegy egy közvetítőhez, egy médiumhoz, igenis kérheti, hogy az ő szellemi vezetőjével próbáljon beszélni, és kérdezze meg tőle ezt, meg azt, meg amazt. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Igen, egyszerűek innen nézve a dolgok. Megint kommentelek egy kicsit, következő kérdés előtt. Tehát belső vezető, szellemi vezető, na hát ilyenkor már nagyon sokan ugye kapkodják a fejüket, hogy XY arkangyal, vagy nem tudom, Jézus hanyadik dimenziós vetülete, vagy nem tudom, ufonauták. Én azt gondolom, hogy a tudatvilága olyan rejtélyes, de láthatóan olyan óriási, hogy ne akadjunk el a megnevezéseken. Nekem ez a szellemi vezető, belső vezető, ez imponálóan diplomatikus, és azt gondolom, hogy ha valaki nem hisz abban, hogy ez létezik, akkor is folyamatosan a tudata, mint egy nyitott rendszer, kapja a tanácsokat, más kérdés persze, hogy ez ebből mit tud felhasználni, esetleg fordítva ül a lovon, de ez egy jóval természetesebb dolog, mint gondolhatjuk. No, nézzük, akkor guruljunk a kérdéseknek a elejéhez. Úgy látom, hogy Molnár Mónika pontosította a korábbi kérdését. Próbálom másképp kérdezni. Édesapám meghalt, kicsit rosszul lettem, azután a testemen fél méter magasságban lila fényt bocsátottam magamból, körülbelül 2 centiméterenként. Erre nem tudok magyarázatot. Hálás lennék, ha megérteném, mert félek ezektől. Na, Judit? Nem tudok mit mondani, nem voltam ott. Tehát így távolból én nem tudok mit mondani. Nem hallottam még ilyenről, hogy valakinek a teste fényt bocsájt ki. Ugye, tehát így hogy is mondjam, felelőtlenség távolból bármit is mondani.
Remélem, hogy jól van azóta. Biztos megijedt ettől az állapottól, lehet, hogy kicsit sokkos állapotba is került. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy az ember lenyugodjon. Valószínűleg, tehát ha az édesapja halála után történt, felteszem, hogy nagyon szoros kapcsolat volt kettejük között, és ugye a megszakadás, mert ugye a halál, amikor eltávozik egy szerettünk, az mindig energetikai kapcsolatok megszakadását is jelenti, ami nagyon-nagyon fájdalmas az embernek természetesen, és ez különféle sokkoló állapotokat hoz, sokkos állapotokat hozhat létre. Tehát nagyon fontos ilyenkor megnyugodni, szépen lecsendesedni, és én ilyenkor azt csinálnám, hogy föltenném a kérdést, vagy a szellemi vezetőmnek, vagy hogyha valaki Isten hívő, akkor Istennek, hogy mi történt velem, hogy segítsen megtudni. Ennyit tudok most hirtelen mondani erre. Gondolatban tapogatózok én is, hát ugye független médiumitástól, alapvetően távol-keleti gyógyászati meggyőződés az, hogy energiaburkok vesznek körbe minket, hogy ez az aura, vagy a kapcsolódási pontok a csakrák. Magam is, hát nem fő csapás irányaként, de foglalkoztam úgynevezett vitalitás, vagy bioenergia méréssel, műszeres méréssel, és elképzelem azt, hogy ez a bizonyos fényészlelet, ami így a testből így megjelent, ennek közel lehet ahhoz az átlépéshez. Picit összekeverni most gondolatban, egyáltalán nem biztos, hogy erről van szó. Azt a perimortális élményt, amikor az embernél egy rokon halálesetekor egy nagyon fura tapasztalás megjelenik. Nem tudom, az egy jó tipp, hogy esetleg egy ihletett meditatív állapotban az ember utána néz. No, hát lássuk Kovács Krisztina kérdését. És még mindig van lehetőség kérdéseket feltenni. Nem állunk rosszul egyébként kérdésekből. A műsoridő felénél tartunk. Tehát, kedves Judit, a Fénysugarak című könyvben szó volt, hogy járványt prognosztizáltak az ülésen. Ez a Covidról szólt. Ez a fénykísérő árnyék jele? Nem nevezték meg, hogy miről szól, ugye azóta azért volt több járvány is, meg sajnos feltehetően még lesz az emberiség életében. Tehát ez így nem volt megnevezve. Én annyit tudnék mondani, hogy amikor az emberiség szellemileg mélyponton van, akkor természetesen ennek vannak földi megnyilvánulásai, tehát, hogy magyarul bizonyos tudatállapotok, az emberiség bizonyos tudatállapotai bizonyos fizikai állapotokat vonnak maguk után. Tehát az alacsony szellemi szint betegséget, szegénységet, nyomort, és így tovább hoz magával. Majd azt hiszem, válaszoltam. Előreugrok egy abszolút pragmatikus, egyszerű kérdésre, gyorsan válaszolok, hogy Judit honlapját hogyan találjátok meg. Például, ha bejutitek a keresőbe, Szabó Judit médium, erre is ugrik a Google. Szabó Judit honlapja, menni fog, higgyétek el. És visszatérve arra, hogy annyira sokszínű lehet ez a másik világ, és hogy mennyi köze lehet az innen érkező hatásoknak a adott ember lelki fejlettsége okán, mondjuk betegségek kialakulásához. Picit parapszichológizáljunk is, lenyúltam a labdát. Annak idején a médiumitás vizsgálatának a kezdeteikor Frederick William Henry Myers nevű kutató, nagyon nagyra tartom, 800-as évek vége felé volt neki a fénykora. Kutatói fénykora megalkotott egy küszöb alatti én elméletet, ami azt jelenti, hogy az egyéni tudat talan alatt, mint később ezt Jung újra fogalmazta, kollektív tudattalanként, van egy kapcsolódás a spirituális valósághoz, és azt mondta, hogy ahol ez nagyra nyílik, ott aztán jön minden befelé, jó is, rossz is, megszállottságtól kezdődően, pszichotikus problémákon át, a zsenialitásig. Tehát igen, az lehet egy nagyon komoly dolog, hogy az ember nivellálni tudja, hogy mit enged be, és mit nem. Na, guruljunk vissza. Dezsenyi Judit kérdezi, aki meghal, hány napig van itt közöttünk? Úgy tudom, hogy ha a gyászoló nem tudja elengedni, akkor itt rekedhet. Neked erről mi a véleményed, Judit?
Arról, hogy hány napig van itt valaki, a különféle hagyományok különféle dolgokat mondanak. Én a saját tapasztalatomat tudom elmondani, 30 éves tapasztalatomat. Az attól függ, hogy milyen erős az érzés, ami ide köti. Lehet egy pillanat, és lehet több száz év is. Tehát, hogyha valaki úgy hal meg, hogy erősen kötődik a földhöz, vagy a földön valakihez, tehát itt marad hozzá tartozójához, akkor vele marad, tehát érzelmi okok miatt vele marad, akár addig, amíg a másik meghal. Magyarul nem vesz észre, hogy ő meghalt, és nem tud átlépni a másik világba. Nagyon sokáig úgy érzékeli, hogy ő ugyanúgy él, mint eddig. Tehát, hogy nem történt meg az a tudatváltás, ami szükséges ilyenkor. Tehát nincsen általános szabály, hogy ki mennyi ideig marad itt, de nem csak emberekhez lehet ragaszkodni így, hanem birtoktárgyakhoz is. Tehát, hogyha valakinek akár egy lakása, akár földbe ásott kincse, nem tudom én milyen van, bizony előfordul, hogy ott ül rajta egy 200 évig. Mert ez a kötődés, a ragaszkodás, ez ragasztja ide, de ugyanígy van az, hogy olyan is előfordul, hogy valaki valami nagyon fontos dolgon dolgozik, mondjuk kutat, vagy bármit csinál, elragadja a halál, és nem tud elmenni, mert úgy érzi, hogy befejezetlen maradt a munkája, szintén itt ragad. Tehát, hogy nagyon erős érzelmek, szándékok, vágyok tudják ide ragasztani az embert, előre meg nem mondható ideig. Hát erről láttunk filmeket is, ugye a hatodik érzék Bruce Willis-szel, amikor a végén döbben rá. Hát a Ghost is például, vagy folytathatnánk, Jákob Lajtorjája. Érdemes ezeket megnézni. Hát ugye néphagyományoknak van ez a szép kerek 40 napja, meg egyebek, de teljesen egyet értek. Annyi, hogy ki mennyire kapaszkodik. Teljesen igaz, hogy mibe. Ez már innen majdnem mindegy. És bármilyen fura nekünk elképzelni, hogy valaki nem fogja fel, hogy meghalt. Ezt abban az állapotban abszolút el lehet mégiscsak képzelni. No, nagyon örülök, hogy ilyen sok kérdés született. Végén éppen csak beleférünk cipőkanállal az időbe. Dorka kérdezi, hogy hogyan küldi el az entitást, ha végez a munkával? Én nem szeretem ezt a szót, hogy entitást, mert nem tudom, hogy ki mit ért rajta, tehát itt az UFO-tól elkezdve bármiben lehet. Tehát én szellemekről beszélek, csak erről van tapasztalatom, inkább így mondom. Ahogy mondtam, én törekszem alapvetően magas szellemekkel kapcsolatba lépni. A magas szellemekről azt kell tudni, hogy nehéz ide csalogatni őket, és nagyon gyorsan elmennek, mert hogy ők itt nem érzik jól magukat. Tehát ott nem merül fel a kérdés, hogy el kell küldeni egy magas szellemet. Tehát örülünk, ha itt van. Alacsony szellemekkel pedig, tehát, hogy szenvedő szellemekkel nagyon-nagyon kontrollált körülmények között dolgozunk. Magyarul a másik világban vannak olyan szellemcsoportok, magas szellemekből álló szellemcsoportok, akik támogatják a földi médiumok munkáját. És megvan ennek a szabálya, hogy hogyan kell az ő segítségüket, védelmüket kérni, ahhoz, hogy mi szenvedő lelkeken tudjunk segíteni. Tehát válaszolva a kérdéssel, hogyha alacsony szellemekkel dolgozunk, tehát szenvedő szellemekkel, nem a mi dolgunk, hogy elvigyük őt, amikor segítettünk rajta, akkor azonnal el tud menni. Tehát nem ragad itt. Úgyhogy én velük dolgozom. Dolgoztam régebben, tehát hogy ismerem a megszállottság gyógyítását, de nem csinálom, nagyon-nagyon veszélyes. Nagyon magas szellemeket kell segítségül kihívni, hogy az ember biztonságban legyen. Tehát magyarul magas szellemet nem kell elküldeni, a szenvedő szellemen pedig segítünk, és elviszik a szellemi segítők őt arra a helyre, hová mennie kell. Hát ez is szerintem egy evidens válasz volt, vagy egy biblikus disznónyájat kell valahonnan szerezni, hogy a ördöngősből kijött gonoszt a tengerbe vezesse, de ezt inkább tréfának szántam. Na, lássuk, mink van. Kovács Márti kérdezi, hogy én magam is tudok kapcsolatot felvenni egy elment szerettemmel. Mit kell hozzátennem? Ezt nem ajánlom senkinek. Nem ajánlom senkinek, hogy elhunyt lelkekkel kapcsolatot vegyen föl. Hogyha természetesen, amikor meghal valakink, és úgy hal meg, hogy nem tudtunk tőle elbúcsúzni, és nem tudtuk neki elmondani azt, amit el szeretnék mondani,
természetes emberi szükség és igény, hogy ezt elmondjuk. Szerencsére erre a terápiák teljesen megfelelőek. Tehát azt tudom elsősorban javasolni, hogy semmiképpen ne hívja a szerettét, az eltávozottat, mert nagyon rosszat tehet neki vele. Inkább csinálja azt, hogyha valamit szeretne neki elmondani, amit nem tudott elmondani, nem tudott tőle elbúcsúzni. Első körben, hogyha nem túl súlyos az eset, akkor szépen csendbe leül, kéri, imádkozik, és rágondol, és elmondja neki mindazt gondolatban, amit szeretne. Hogyha súlyosabb a helyzet, drámaibb, és nagyon-nagyon bántja őt valami, amit nem tudott vele megbeszélni, akkor terápiát javasolnék. Tehát a pszichodráma is kiválóan alkalmas erre, akár családállítás. Tehát megvan szerencsére már a mai modern pszichológiában, megvan erre az eszköz, hogy ezt az elbúcsúzást meg tudjuk tenni, amitől a lélek megnyugszik, és a másik lélek is megnyugszik. Igen, valóban, tehát most itt hoztam két új fogalmat, legalábbis a mai beszélgetésben, pszichodráma, családállítás, Hellinger-féle. Újra és újra vegyük észre, hogy itt a lényeg, amiről beszélünk ebben a mai adásban, nem is annyira egy misztikus, gomolygó valami, ami talán van, talán nincs, hanem tömény pszichoterápia maga módján lelkek között, ami még akkor is igaz lenne, hogyha nem létezne túlvilági dimenzió. Ugyanígy az emberi léleknek felszabadítást ad, de megjegyzem, hogy a tudatnak vannak non-lokális dimenziói, hogyha valakit ez így jobban megnyugtat. Magyarul nem ér véget a tudatunk a koponyánk falainál, sem a testünk halálával, lásd halálközeli élmények. No, hát kedves Kovács Mária, igazából én aztán megkérdeztem Judit, hogy hogy kezdődött, lehet, hogy a műsor elején még nem követte a témát, de azért feltettük a kérdést, tehát most elmondta. Egyébként hozzáteszem, kedves nézőknek, mert látom, hogy azért sokan figyelik ezt a beszélgetést, hogy utólag is visszanézhető. Tehát ha valaki most kapcsolódott be ebbe a műsorba, akkor megvan a lehetősége, hogy ugyanerről a honlapról, akár holnaptól visszanézheti. Na, örömünkre majdnem 400-an néznek minket, technikus kollega jelezte ki, úgyhogy ugorjunk a következőre, még mindig. Kovács Mária, médium nélkül is jelezheti a lélek, hogy jelen van? Igen, tehát, hogy az előbb is elmondtam, hogy például, amikor valaki ugye éppen meghal, és megjelenik egy hozzátartozójánál, akkor érezhető. De ugye vannak nagyon-nagyon hétköznapi esetek, nagyon sokan azt érzékelik például, hogy hát abban a lakásban, ahol ő lakik, vagy házban, nem biztos, hogy egyedül vannak ott. Tehát, hogy érez jelenlétet, esetleg hangokat, stb. Tehát, hogy lehet érzékelni természetesen a másik világ lakóit a hétköznapi életben is. No, bennem meg itt a moderátor felelősségi érzete kezd feltámadni és mocorogni. Van még legalább, ha jól látom, pillanatnyilag majd 8 kérdésünk, úgyhogy nem szeretném, hogy valaki válasz nélkül maradjon, ehhez van még negyed óránk. Tehát Ilona kérdezi, tudnátok-e segíteni, hogy megfejthessem, egész értem a kérdést, privátban Judit tudná segíteni, akár Tamás segítségével. Ezt a kérdést nem igazán értem, nem tudta, hogy vagy velem. Visszautal valamire. Mondanám, hogy miután Juditnak Facebookon nem tudtok írni, hogyha ide írtok, azt én privátban majd meg tudom neki valahogy mondani, el tudom küldeni, szerintem erről ne beszélgessünk most. Simon János, mi a tapasztalata Juditnak az 1900-as években Pesten is kiadott spiritista folyóiratokról? Ilyeneket olvastam a 70-es években. Örülök a kérdésnek, köszönöm szépen. Az én nagyon nagy példaképem Eszter médium, és 30 éve tanulmányozom a névtelen szellem tanításait, ami szerintem világszínvonalon felüli. Tehát, hogy a Magyarországon egy 100 évvel ezelőtt a médiumi élet rendkívül
Pezsgett, és tehát Eszter médium volt ismeretem szerint a legkiválóbb médium, illetve előtte Adelma médium. Tehát a kérdésre válaszolva, ugye ott voltak az Égi Világosság című folyóirat, amiben a Eszter médium is közelt, meg más médiumok is közöltek írásokat. Ezek kincseknek számítanak számomra, mert ugye nagyon sok olyan írás is megjelent benne, amit aztán a Néptelen Szellem közölt, és Eszter médium ebben a folyóiratban közölte, tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt az a szellemi élet, legalábbis így medialitás szempontjából, meg túlvilág szempontjából, ami egy jó 100 évvel ezelőtt folyt itt Budapesten, de nem csak Budapesten, mert ugye akkoriban ez a médiumi közlés és az egész medialitás a világ több pontján azért eléggé felvirágzott. Tehát volt annak egy virágkora, ami nagyon szép volt én szerintem, csodálatos művek születtek, amit én a mai napig örömmel olvasok, úgyhogy nagyon jó véleményem van ezekről a folyóiratokról, amit én ismerem. Aztán nem tudom, hogy mindegyiket ismerem-e, de amit ismerek, arról nagyon jó véleményem van. Hát igen, gyakorlatilag a médiumitásnak a múlt századfordulón volt, azt lehet mondani, a virágkora. Tehát 1800-as évek közepén kezdődött ez az egész újkori médiumitás Amerikában, terjedt el Európában. Nyilván voltak előzmények. Ha valakit egyébként izgat egy ilyen klasszikus médiumi tevékenység, magyarul is megjelent Piperné, tehát Piperné a médium, Sage-nek az írása, gyakorlatilag facsimile kiadása a 20. század elejéről. Javaslom figyelmébe annak, akit a őskor érdekel. 15 percünk van, és nem tudom mennyi, de még jó pár kérdésünk. Lilla kérdezi, szeretném kérdezni, miként lehet beazonosítani, hogy biztos azt az elhunyt szemét hívtuk be, akivel beszélni szeretnénk, vagy egy ártó szellem adja ki magát az illető nevében. No? Én senkit nem szoktam hívni. Tehát így azért mondom, hogy ennyi a tapasztalatom. Igen, de a klasszikus tanítás szerint ugye meg lehet hívni valakit. A másik kérdés, hogy eljön-e. Természetesen, mert attól függ, hogy kit hívunk meg, Mihály Arkanyalt meghívjuk, én nem vagyok benne biztos, hogy eljön, de a meghalt szomszéd esetleg eljöhet. Tehát, hogy lehet őt beazonosítani, nem könnyű kérdés természetesen, mert ugyanis amikor az ember a halottakkal lép kapcsolatba, akkor az alsóbb szféráknak nyitja meg magát. Az alsó szférák pedig tele vannak olyan szellemekkel, akik szívesen szórakoznak a médiumok összezavarásával, és okoznak nagyon-nagyon sok bajt. Ettől függetlenül vannak olyan jó médiumok, akik erre szakosodtak, hogy meghaltakkal, hozzátartozókkal vegyék fel a kapcsolatot. Ilyenkor az történik, hogy a közlés, tehát hogy vagy írásban megy a közlés, és akkor egy nagyon kiváló médium az elhunytnak a kézírásával ír. Az egyértelmű. Ha nem, ha szóban megy a közlés, akkor ugye itt főleg az angol médiumiskolák foglalkoznak ezzel nagyon, akkor kimondottan a médium arra koncentrál, hogy mondjon, mutasson valamit az a szellem, amit csak az az ember ismerhet, aki eljött azért, hogy beszéljen vele, tehát hogy valami jellegzetesség, vagy bármi, ami neki bizonyítja azt, hogy tényleg ő az. És ugye még ilyenkor is nagyon sokszor megtörténik az, hogy a szellem mond valamit, amiről be lehet azonosítani. A hozzátartozó mondja, hogy nem, át, nem, nem, nem. Hazamegy, és eltelik 2 hét, és előkerül az a papír, az a fénykép, az a stb., amit megnevezett. Tehát, hogy lehetséges a beazonosítás, így szokták megtenni, hogy kérjük, hogy mondjon, mutasson valamit, amiről fölismeri egyértelműen az élet. És itt nem általános dolgokat szoktak mondani, hanem nagyon speciális dolgokat. Tehát megvan erre a módszer. Én nagyon úgy gondolom, halálközeli élmények, non-lokális tudat és egyéb ismeretek birtokában, hogy igen, ezek a szellemi dimenziók léteznek, és a testhalála nem kell feltétlenül a tudat halálát jelentse, vagy a lélekét, hiszen, mint láttuk, vannak ilyen észlelések. Persze, fogást minden lehet találni, amikor ugye ezek a azonosítási eljárások zajlottak,
médiumítás őskorában, hát többek közt innen indult ki a gyanú, hogy mi van, ha a médium esetleg tehetséges gondolatolvasó, de a két dolog egyáltalán nem zárja ki egymást. Tehát én bizalommal vagyok a téma iránt. 10 percünk, alig több mint 10 percünk van, úgyhogy elmélkedésem helyett olvasom a kérdéseket. Ivett írja, én sokszor érzem őket, és szívesen fejleszteném magam ezen az úton, merre induljak. Hát egyrészt megtalál például téged a honlapodon, és vagy? Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ugye ahhoz, hogy valaki médium legyen, és jó médium legyen, nagyon komoly előfeltételek vannak. Tehát egyrészt sok mindent kell tudnia a szellemi törvényekről, a túlvilágról. Komoly meditációs gyakorlatokkal kell foglalkoznia, ugyanis a médiumnak nagyon komolyan kell koncentrálnia akár egy órán keresztül is. Tehát ott nincs olyan, hogy most közben felveszem a telefont, meg hasonlók. Tehát így egész végig a legmagasabb tudatállapotban, akár egy órán keresztül is. És a nagyon-nagyon fontos az erkölcsi tisztaság. Tehát, hogy ezek, tehát hogy az ismeretek beszerzésem csúnya szóval, tehát hogy tanulás, meditáció, és gyakorlatilag a szellemi útnak a járása, és majd a szellemi úton lesz egy olyan állomás, amikor a képességek szépen megjelennek, és akkor esetleg lehet velük külön foglalkozni és fejleszteni őket. Tehát, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne fejlődni, én annak azt mondom, hogy először szépen a meditációt magas szinten tanulja meg. Tehát, hogy legalább egy 20 percet tudjon olyan állapotban lenni, ahol nincsenek gondolatai. Az is nagyon tetszik nekem, hogy mint egy ilyen japán kolostor előtt azért üljék ki az idejüket. Tehát igen, nem ezeken forronakását. Én még azt is elképzelem, hogy nem árt hozzá némi adottság, vagy alkati készség. No, 9 percünk van, úgyhogy innentől én egy picit most belehúzok. Ha valakinek esetleg nem tudjuk a végén megválaszolni a kérdését, attól elnézést kérünk, hát ugye 6-ig tart a műsor. Máté kérdezi, tisztelt Judit, dobogókő területén a Nimrod Hotel milyen fajta érzéseket kelt önben? Rendkívül furcsa hely az, nem? Fogalmam sincs, mi ez a Nimrod Hotel? Hát illúzió romboló kell, hogy legyek, megmondom őszintén. Én csak sejtem, nem voltam ott, ugye? 20-valahány évvel ezelőtt az történt, hogy hát én nagyon sokáig fordítottam spirituális könyveket, és akkor fordítottam a Markó Pogacsiknak a Föld tisztítása című könyvét. Ami ugye arról szól, hogyha van egy olyan terület, ahol nagyon súlyos dolgok történtek, mondjuk csata, háború, stb., ugye ott maradnak akár földhöz kötött szellemek is, és egyéb nagyon rossz energiák. És ezeket szeretnénk eltávolítani, akkor először nekünk kell egy magasabb tudatállapotba kerülni, és ott tudunk tisztítást végezni. És ennek az lett a... Tehát engem nagyon föllelkesített ez a könyv, és akkor azt gondoltam, hogy szervezzük meg, hogy itt Budapesten van elég sűrű, sok sűrű hely, akkor próbáljuk ezeket szépen megtisztítani. És gyakorlatilag elég nagy csoport jött össze, hát majdnem 100-an is voltunk, és azt határoztuk el, hogy 4 különböző helyre megyünk, tehát a csakrák szerint fölfelé. A lényeg az röviden, hogy az utolsó találkozót, a szívcsakra tisztító eljárást, azt az egyik csoportnak a javaslatára dobogókön végeztük, és hát sajnos azóta elterjedt az a hír, hogy dobogókön van a Föld szívcsakrája, pedig ott csak egy szívcsakra meditáció történt, és azóta, én legalábbis azt tapasztalom, hogy azóta van ez a különféle elképzelések, hogy mi lehet ott. Én őszinte leszek, engem a hideg kirázattól a helytől. De van, aki nagyon szereti, nagyon boldogot. Én azóta sem voltam ott, mert nem érzem jól magamat. Ez egy olyan dolog, hogy egyéni érzékenység.
Tehát senkit nem akarok megsérteni az ő hitében, meg nem tudom. Tehát aki jól érzi magát ott, és úgy érzi, hogy fölemeli őt az a hely, akkor menjen természetesen. Tehát meg kell találni az embernek azt a helyet, hogyha most helyekről beszélünk, ahol azt érzi, hogy csodálatos energiák vannak, nagyon fölemel engem, és feltöltődöm maga szellemi fénnyel. Tehát azt kell megkeresni. Köszönöm szépen, nézem az órát, és nézem a kérdéseket. 6 percünk van hátra, és hozzá vagy 8 kérdés, úgyhogy elnézést kérünk a utolsó jelentkezőktől. Több mint valószínűleg nem lesz most erre időnk, majd valamilyen formában talán legközelebb. Fenyvesi Katalin, gyerekkorom óta megéreztem előre fontos dolgokat. Vizsgálkon ez jól jött, persze, de néha nehéz helyzeteket okozott. Pár éve el kellett indulnom késő este a kutyáimmal. Egy olyan úton, amit kimondottan kerültem addig, semmi szépet nem láttam arra felé. Mentem, de nem tudtam mihajt. Megálltam egy félkész ház előtt, és azt mondtam a barátomnak, hogy ez a ház halálszagú. A reggeli hírekben benne volt, hogy a munkások reggel 6 órakor lezuhantak a tetőről, és mindegyik elhalálozott. Ez már nagyon megrázott, hogy értelmezhetem, indított el este. Én erre azt mondom, hogy fejlett érzékenység. Tehát, hogy sokkal többször fordul ez elő, mint az emberek gondolnák, és oda kell rá figyelni. Tehát, hogyha beigazolódtak a megérzései, akkor nyugodtan hallgasson rá. Sokszor történik az, hogy igen, ott én érzek valamit, és csak utána igazolódik be a dolog. Természetesen ez azzal jár, hogy előfordulhat, hogy az ember, amikor csak érzi a dolgot, de még nincsen rá bizonyíték, akkor kellemetlen helyzetbe kerül. Hát én ezt elég sokszor megéltem, de utána kiderül, hogy ó, az tényleg úgy volt. Tehát azt tudom tanácsolni, hogy ha van ez az érzékenység, és szeretné ezt használni az életében, akkor figyeljen rá oda, és akkor ez szépen ki fog alakulni, hogy akkor most mit kell tennem, hogyha ezt érzem. Jó? Tehát, hogy nem szabad elnyomni, hanem hagyni kell, hogy vezesse őt. Igen, ez egy újabb fejezet, parapszichológia rímel erre, jövő érzékelés, prekogníció. Tehát az idő nem olyan, mint amilyennek mi érezzük. Rengeteg paradoxont vett fel, be lehet avatkozni némi tapasztalattal, és akkor tűnődhetünk, hogy na most melyik idő az igazi, amit megéreztem és megszüntettem. 4 percünk van, pár kérdése, tényleg pár kérdése van egy idő. Pálkozdi Mari kérdez, hogy mi történik az öngyilkosokkal? Az öngyilkosokkal nagyon-nagyon szomorú dolog történik, az én ismereteim szerint. Benne maradnak abban az állapotban, amitől szerettek volna megszabadulni, csak sokkal súlyosabban élik meg. Nem tudnak magukon segíteni, rettenetes szenvedések közepette élnek, és mivel a tudatállapotok rendkívül alacsony, nem tudnak magukon segíteni, de a rosszabbik az, hogy a segítőket sem veszik észre. Tehát egy pokoljárás. Csak sajnos csak ezt tudom mondani. Igen, ez egy általános meggyőződés a spiritualitásban. Nem alaptalan halálközeli élményt megéltek, számolnak be arról, hogy találkoznak ebben az állapotban öngyilkosokkal, akik teljesen be vannak azóta is zakkanva, szerintem érthető. Hát utolsó kérdés igazából. Most már válogatok, mert 3 percünk van, és illik még elbúcsúznom is a kedves nézőktől. Hadd válasszak én most egyet, jó? Elhunyt lélek vehet-e át irányítást élő emberben? Ez egy elég gyakori megszállottság. Ha megszállottságról beszélünk, tehát hogyha megszálló lesz belőle, akkor igen. Na, hát rövid kérdés, rövid válasz. Hát, kedves nézők, igazán nagyon megtisztelő ez az érdeklődés. Pillanatnyilag is 380-an ülnek a monitorok előtt, és amire most nem tudtunk válaszolni valamilyen formában, talán a műsor folytatásában. Sor kerülhet főleg, hogyha egy hónap múlva újra találkozunk, és hasonló témakörbe felteszitek. Hát most nem Judit fogja, de valaki valami hasonló szakember megpróbálni ezeket is megválaszolni. No, én mindenképp nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a területet, főleg azért, hogy az ilyen Judit fajta
tényleg túlzásoktól mentes. Én hadd dicsérjelek, olyan kevés ilyen médiumot látok, találkoztam egyet kettővel. Szerény és hogy mondjam, egy óvatosan kritikus és önkritikus módon lehet ezt az egész, sokszor túlmisztifikált területet vizsgálni és közvetíteni. Tehát ajánlom mindenkinek ezt a hozzáállást, amit Judit képvisel, és nagyon becsülöm ezt bennem. Úgyhogy ennyi fért bele a mai Másik Világ műsorban, ami ugye most az Örkény István könyvesbolt online szervezésében zajlik. Folytatjuk természetesen, ugyan erről a honlapról küldünk majd értesítést, én pedig még egyszer nagyon szépen köszönöm, Judit, nem csak a mai beszélgetést, de az egész munkásságodat és a hozzáállásodat több ilyen emberből kéne. Úgyhogy köszönjük szépen nektek, Isten áldjon mindenkit, ebben a műsorban nagyjából egy hónap múlva találkozunk, értesítést úgy is kaptok róla. No, hát Isten áldjon titeket, minden jót, és köszönjük a figyelmet.